Reklámok! Mindenhol ott vannak. A tévében, az útszélén, még a kedvenc mobilos alkalmazásodban is. A blokker. A YouTube azt mondta, hogy nem. De vajon ez a legmegfelelőbb módszer a reklámozása? A kevesebb néha nem több? Ebben a videóban ezt vizsgáljuk. Sziasztok! Most egy kicsivel vidámabb videóval készültünk. Ahogy láthatjátok, most már ezt a videót ketten csináljuk, ugyanis szükségem volt egy másodvéleményre, úgyhogy köszöntjük itt. Ugyebár ezen a csatornán nem használunk neveket, mert hát én sem tudom a te nevedet, te sem tudod a enyémet, hát így jó. Te sem tudod a ő nevét. Nem. Hát tessék. Tényleg sem tudom. Én sem tudom a enyémet. Jó, örülök. Jó, tessék, itt a alkalom, hogy köszöntsd a nézőket. Sziasztok! Újból. Mint hogyha milyen gyakran járnak, de azért itt vagyok megint. Na, és akkor készen állsz, hogy megnézzük és reagáljunk arra a videóra? Teljes mértékben. Lelkileg és testileg is készen állnak a feladatra. Rendben. Szükség is lesz rá. Hello. Régen láttuk egymást. Mit szóltok egy kis Valoranthoz? Most megmutatom, mit tudok. Match found. Ismerős ez a videó, nem? Igen, igen. Ha már láttam volna valahol. Ez a játék is olyan ismerős. Mondó. Last player standing. Erre nem számítottam. Erre soha nem számít az ember. Ez szép. Brummer mackó, szép szállegény, párt keresett a Tinderén. Mikor megismerte Brumellát, nem látott még szebb leányt. Megvoltak ők tutira, amíg nem jött Brumika. A ballang szűkös, nem lesz így jó, kellene egy nagyobb kuckó. De hiába akarunk többet, ha nincsen nekünk elég többlet. Pénzünk sajnos nem elég, a főnök nem ad emelést. Mit tegyünk hát, Brumella? Tanakodott a házura. Ment a televízió, és megszólalt a víziló. Van megoldás akkor is, ad kölcsönt a Szopidis. 7% kamat mellett, jól jártok majd, mindegy mi lesz. Így tett hát a Brum család, ezután már az új ház is állt. Nincs már több szifilisz, köszönjük Szopidis! Ez nagyon jó volt. No. Sokszor mondom azt, hogy Last player standing. Még komoly arcod van most látom. Koncentrálj. Igen. Last player standing. Lapos TV, lapos fenék, akció, minden nap akció, LGBT, televízió, új áruház, elektromos kézi ablaktisztító, mindent kiárusítunk, laptopok, elektromos fogkefé, karácsonyi kiárusítás, ingyen pénz, ingyen twerk. Kifogytam a szövegekből, de nem az áruból, soha nem fogyunk ki, ezért vegyél minél többet, minél hamarabb. Esküszöm, a fajom nem fog titeket kiirtani a vásárlásatoknak köszönhetően. Nem mentjük el az adataitokat a földön túli adatbázisunkban. Vegyetek most minden olcsó, számítógép, billentyűzet, ventilátor. Látod, hűs le magad, amíg még megteheted, napjaid meg vannak számlálva, akciók, rövid életed a földön korlátozott. Használt ki vásárlással, törzs ki a benned tátongó ült vásárlással, fűnyíró, szereted a fület, nem, Bluetooth, 250 GB memória, okostelefon, ellentétben veled, kapucsengő, biztonsági rendszer, de nem kell aggódnod, mi úgyis bejutunk. Szükséged van az új telefonra, egy teljes milliméterre szélesebb a képernyője a mostaninál. Mennyi filmet tudnál rajta nézni? Az a kukoricapattogtatógép nagyon hiányzik a konyhádból. Minden
látom, és még csak a pertimakozókan alatt sincsen. Parfümjeink is vannak, te büdösdök, de nem baj, mi így is szeretünk. Tegyél be a kosaratba még egyet, ez az nagyon jó csinálod. Abból a samponból is vegyél egyet, amely képes arra, amelyre az összes többi sampon is. Nézd, ahogy táncol a vicces üllény, ő a haverunk Harold. Ne törődj, ami titkos ember kiírtó tervünkkel. Rendelj most az a pont. Hó! Rögtön kívüli. Too slow. Town A. Oh. Igen. Későn engeded el a bombát. Szerintem én is, amikor kevésbé nyomnak a gyomot. Spike down B. Kérsz? Kapsz? Alibaba faszt? Alibaba faszt. Most gyorsított kiszállítással. Listen up! Hey! Out of charges. Asta! Annyira jók ezek a bombák. One enemy remaining. Last player standing. The hunt begins! Milyen profi vagy, hallom. Joke's over! You're dead! Last player standing. Ez a utálatos mondatom. Hello. Én Péter Pál Miklós vagyok. Egykoron még én is olyan jelentéktelen voltam, mint te. Jelentéktelen élet, gyerekek húzzák meg a pénzt. Munkában eltipornak, mint a piszkot, és már az asszony is csak a szülinapodon kívánja meg a tested. Próbálkoztam Viagrával, de 4 órán felül már igazán nem tudtam mit kezdeni a kemény micsodámmal. Az asszony azt mondta, használjuk törölköző tartónak. A főnököm meg is dicsért, hogy miért most nézem a gyomrot. A munkatársaim a szünetben patkókat dobáltak rá. Viszont amikor a gyógyszer hatása végre kiment, mindenki ismét csalódott lett bennem. A gyerekeim se beszéltek már velem emiatt. A múltkor a Facebook megkérdezte, hogy mi jár a fejemben. És amikor én azt megírtam, azt kommentálták rá, hogy rasszista, homofób vagyok. Hát élet ez? Szóval, mikor már 60 felé közeledtem, azon tanakodtam, hogy mire is költhetném el a megtakarításaimat. Támogatni a gyerekeimet? Dehogy! Megjavítatni a házat? Hagyjuk már, nem ezért dolgoztam ennyi évet. Feleségemnek van mi ékszert, hát ha felfűtjük még a hálószobát. Tudod, mennyibe kerül a fűtés manapság? Nem. Befektetni kell. Méghozzá egy vadi új autóba. Amióta megvettem ezt a tűzpiros Cadillac-et, azóta minden problémám megoldódott. Látogass el te is a kétségbazárba és választ ki az álmaid autóját. Ne légy olyan, mint te. Légy olyan, mint én. Előnyös, előnyös. A mindennapi viselet. I know exactly. One enemy remaining. Ó, én vagyok a megtévesztés mestere. Jó, ha azok ott lődöznek, akkor én itt leragom a bombámat. Júj, ne! Júj. Ez nem volt valami jó. Ó, mondjuk így jó. Öreg lutyó. Cheesy arckrém. Legyen fiatalos lutyó. Ezt tudom, melyik arckrémből vettem. Attackers win! Annak miért nem adsz ilyen hangokat? Adok, csak nem figyeltek. Na hát ennyi volt a Valorant gameplay. Remélem most már világos mindenkinek, hogy mennyire tudok Valorantot játszani. Sziasztok! Első benyomás. Most azt nem tudom, hogy ez egy Valorant gameplay, ami reklámokkal volt megtüzdelve, tehát egy tévéműsor, vagy reklámok, ami a Valorant gameplayek voltak megtüzdelve. Na ez egy tökéletes kérdés. Én tudom amúgy a választ. Igen? És mi az? Szerintem ez egy Valorant gameplay volt. Hát... Maga volna legyenkébb lánce. Viszlát!
Nekem ez olyan volt, mint amikor régen néztük a tévét, ment a főműsor, és közben jöttek a reklámok. Uh-huh. Nekem ez pontosan ilyen, vagy még ami eszembe jutott, ez egy ilyen pszichológiai dolog, hogy uh-huh. ilyen mélyebb jelentése van, de az túl butuska vagyok, hogy, hogy én arra rájöjjek. A én célom ezzel a videóval az volt, hogy ugyebár a YouTube mostanában eléggé nyomatja reklámokat, és blokkolja a reklám blokkolókat. Már tudom, hogy miért nem jutott eszembe. De miért nem? Ez. Nekem meg van vásárolva a prémium. Ha! Amúgy, nincs reklám! Amúgy feltűnően nem tudtad ezeket a reklámos üzéket, amikor mondtad, hogy tévére emlékeztet. Nekem a tévére, már. Igen, igen. Igen. Mert sem. YouTube-on ugye nekem nincs. Én is persze megvettem a YouTube prémiumot. Igen, igen. Láttam. Na igen, de múltkor ugyebár váltani kellett, mert a legtöbb adblockot már nem tudod használni. Igen. Már csak a uBlock használ. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy múltkor volt szerencsém a reklámokat újra megnézni, és ugyebár arra jöttem rá, hogy egy 20 perces videón háromszor van reklámszünet, és mindegyik alkalommal fél percesek. Úgyhogy kettő reklám van, és együtt fél percesek. Igen, és nem tudod átugrani. Igen, egyiket se. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most letesztelem, hogy milyen fajta reklám az ideális reklám. Az, amelyik átadja az üzenetét, de azért nem is nagyon idegesít különösebben. Készen állsz a kvízre? Igen, készen. Ó, igen, és kvíz is van. Igen, jó. Igen. Na, hogy a Valorantnál leragadtam, úgyhogy nem biztos, hogy összes reklám megmaradt. Igen, igazából az volt a cél, hogy ne csak reklámokat nézzünk, hogy egy kicsit, hogy meglegyen a YouTube élmény, tudod? Értem. Hogy... Mondtam én, hogy ebben van valami mély pszichológia. Tudtam én, hogy belemegyünk ilyen mély dolgokba. Próbáltam amúgy figyelni, hogy mondom, mik lesznek, de annyira rákoncentráltam a filmre, hogy a reklámok aztán tényleg így csak beleívódtak. Nem baj, nem baj. Az a lényeg, hogy na, örülök, kíváncsi akkor jó. vagyok, hogy mennyi maradt meg. Jó, erre kíváncsi vagyok. Nyugodtan. Na, rendben. Akkor első kérdés. Hány százalék kamatos hitelt kínál a Sopiris? Jaj, hogy ennyire részletekben? Hát csak na, ilyen. Hát ez... 100? 100% kamatos hitelt? Igen. Ez a végső válaszom? Igen. 7%-os. 7% kamat mellett... Igen, igen. Én mondom, biztos, hogy valami annyira átmostak már, hogy én tuti valami hülyeség lesz, de akkor ezek szerint jó. A második kérdés. Milyen webshop volt megemlítve a videóban? A alza.hu. Cséalza.hu. Igen, a csalza. Csalza.hu. Ez igen, ez egy pont. Na, harmadik kérdés. Milyen szolgáltatást nyújt az Alibaba? Valami fasz. Hát, nem éppen. Valami ilyesmi volt, ilyen csúnya. De úgy, hogyha találgatnod kéne. Szexuális. Már ilyen. Termékeket forgalmaz. Akkor, hát... Elad. Igen. Termékeket elad. Uh-huh. Majd visszamenjünk arra a részre. Kérsz, kapsz. Alibaba faszt. Látod, mondtam én. Látod, itt van egy webshop. De nem derült ki, hogy a webshopból, hogy... Tehát, hogy webshop, de hogy mit árul. Hát ez igaz. Alibaba faszt. Negyedik kérdés. Meg tudsz nevezni egy üdítő márkát a videóból? Volt üdítő? Nekem csak a rumos te, amit iszogatok, bármint, hogy ez csak szörp. Na igen, itt egy kicsit csavar van, mert ez volt az első, amire még nem számítottál, hogy reklám lesz. Igen. Valami gumimac is, nem? Ne, á, nem. Ja, megmutatom. Ja, azt hittem, hogy te sem tudod. Nem, nem tudom. Ja, de. Igen. Itt nem tudtam, hogy ez reklámnak minősül. Mondjuk, ott van egy videó lejátszása hamarosan. Na, ötödik kérdés. Mi az a cheese you? Az a krém. Az ilyen krém, ami arckrém. Na, hatodik kérdés. Hol vásárolhatunk használt autót a videó alapján? Valami bazár volt. Kétség bazár. Igen, igen. Amúgy az előzőhöz még annyit mondok, hogy azok a reklámok maradnak meg, amikben lényegében az ember is, tehát hogy érdeklődik. Tehát, hogy amit mondtam is, hogy a krém az nekem megmaradt teljesen, mert hogy én is szeretem a krémeket, meg ez a kocsi
is picit ez a vonal, és akkor... És szereted az egy klasszikus Cadillac autókat. Na, és hát akkor ezzel kapcsolatos még a hetedik kérdés, hogy melyik három reklám volt rád a legnagyobb hatással? Hát az első a Cheezios. Uh-huh. Ez a Alibaba fasz. És legyen a űrlényes. Uh-huh. Melyik reklám tetszett a legjobban? Az Alibabás. Nekem is. Mert ott főleg a végére, hogy így elfutottál, meg annyira ilyen, hogy impulzív maga a reklám, hogy így megy fel, és rögtön. Tehát, hogy nem az van, hogy így ilyen állandó, mint például a űrlényes, hanem ez olyan impulzív volt. Na, lássuk a eredményeket. Na, kiszámoltuk az eredményeket. Na, akkor úgy jött ki, hogy két csoportra van osztva a videók, ugyebár 6 videó volt, és 3 volt közöldük olyan 5 másodperces nagyjából, rövid videók, és 3 pedig hosszú, 1 perces, illetve 1,5 perces. Na, és akkor összeszámoltuk, hogy melyik volt hatékonyabb, így emlékezett céljából, és az jött ki, hogy a rövid videók kaptak 5 pontot, és a hosszú videók kaptak 3 pontot. Úgyhogy kijelenthetjük ez alapján, a kísérlet alapján, ami mindenhova applikálható a világban, hogy a rövidebb videók jobbak. És szerintem a YouTube-nak is ebből tanulnia kéne, és rövidebb videókat csinálnia. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Megküldjük a YouTube menedzsereknek is ezt a videót. Igen, igen, remélem látják. Ugye megnézek minden egyes videót. Igen, igen, valaki megnézi. Ezt is. Na szóval, hát akkor köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Sziasztok, még jövök. Várj, mi az ott fönt?